Kedves nézőink, vállalkozói fórum zajlott nemrégiben városunkban, most ezzel kapcsolatban láthatnak egy összeállítást. Mai rendezvényen kik az előadók és miről hallhatnak a résztvevők? Ez az előadás, ez egy előadás sorozat része, több előadásból áll. Ez a TÁMO projekt keretében valósul meg a Liga és a VOSZ közös rendezésében. Többféle programot, illetve többféle előadást hallhatunk. Egyrészt fontos a mai magyar valóságban, gazdaságban, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen foglalkoztatási formák vannak azokon kívül, amik jelenleg a leginkább használtak, tehát ezért olyan atipikus foglalkoztatási formák bemutatására gondoltunk, amelyek kevésbé népszerűek, a szociális szövetkezeti formától kezdve munkaerőkölcsönzésen keresztül egészen az iskola szövetkezeti foglalkoztatásig, a részmunkaidő egyes módozataival. Erről előadónk elsőként erről beszélt. Aztán világgazdasági kitekintésben gondolkodunk mindenféle a deviza gazdaságnak és a pénzpiacoknak a várható irányairól lesz szó, a forint, a dollár, az euró mozgásáról, illetve a várható mozgásáról lesz szó, a nemzeti bankok. Tehát összességében olyan makrogazdasági és külgazdasági elemzést tartunk, ami negyed órában vagy fél órában összehozható ebből a témakörből. Aztán szó lesz még egy banki finanszírozási formákról, ez is a külgazdaság és a KKV-ket érintő másodkörös finanszírozási formák terén fog megoldást adni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel olyan lehetőségeket mutatunk a kisvállalkozói és középvállalkozói szektornak, amik nagyon hasznosak számukra. A makrogazdasági adatok szerint túl vagyunk a világgazdasági válságon. Nem tudom, hogy itt a megyében, hogy lehet-e érezni ezt már? Természetesen. Én azt gondolom, hogy a megyei szinten is folyamatosan nő a belső fogyasztás. Ez nagyon sokféleképpen valósul meg a boltok forgalmától kezdve egészen a vendéglátás és az idegenforgalom, a belső, a megyei idegenforgalom változásán vagy növekedésén keresztül. Egyre jobb évet zár minden évben a Veszprém megyei idegenforgalom. Ez megint egy olyan mutatója, ami azt gondolom, hogy a belső fogyasztás révén a gazdaságnak az egyik jelentősége az húzó ágazat lett. Másrészt azt gondolom, hogy a multinacionális cégek, termelő cégek is egyre több embert vesznek fel. Emiatt gyakorlatilag Veszprém megyében megszűnt az a munkanélküliség, amiről korábban a válság kirobbanása óta beszélünk. Most már aki betanított munkás, szakmunkás és el akar helyezkedni, az garantáltan el tud helyezkedni. Az elmúlt években a forráshoz jutás, a hitelhez jutás a bankszektorral szemben fennálló konfliktusok miatt eléggé bonyolult volt, problémás volt. Nem tudom, van-e javulás ezen a téren, tehát magyarán könnyebb forráshoz, hitelhez jutni? Hát a bankokkal kapcsolatban ugye a kormányzati hozzáállás elég hűvös volt az elmúlt időszakban, most ebben is látszik változás. Azt gondolom, hogy lesz egy kiegyezés, ami javítja a KKV-szektornak a hitelhez jutási lehetőségeit. Emellett maga a Széchenyi program, a Széchenyi kártya program töretlenül ment előre. Voltak nehézségek a hitelhez jutásban itt is, mivel a finanszírozók egy kicsit máshogy értékelték a vállalkozások lehetőségeit, de azt gondolom, hogy egy komoly áthidaló lehetőség volt a Széchenyi kártya program ebben a válsággal teli időszakban. Most viszont remek forráshoz lehetőség jutások vannak nem csak a Széchenyi kártya programon belül, hanem azon kívül is. Egyre inkább pénzbőség fog dominálni a következő években, amire nagyon szükség is van, mivel a jelenlegi KKV-szektor nagyon alultőkésített. Milyen céllal jött létre ez a mai rendezvény, információ átadás, forráskutatás, vagy mi a cél?
Ez a rendezvényt végül is a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a megyei szervezete hozta létre itt Ajkán, és erre kaptunk meghívót az önkormányzat részéről, és hát azt gondoljuk, hogy ha egy ilyen helyre meghívnak bennünket, akkor itt képviselnünk, illetve képviseltetni kell magunkat. Ajka mindig is ipari város, ipari körzet volt. Jelenleg mi a helyzet a kis- és középvállalkozókkal itt Ajkán? Hát azt gondoljuk, hogy Ajka városban a kis- és középvállalkozások, és hát ugye a nagyvállalkozások is megfelelő rendbe és megfelelő keretbe, megfelelő körülmények között dolgoznak. Az önkormányzatnak kifejezett célja, hogy az ő munkájukat segítse és támogassa, mivel közös a feladatunk, közös a célunk. Legfontosabb célkitűzéseink nyilvánvalóan a munkahelyteremtés. Ennek az önkormányzatnál nagyon komoly hagyományai vannak, hiszen ha visszaemlékszünk, az elmúlt 10-12 évben a városnak mindig volt valamilyen gazdaság élénkítő, illetve a vállalkozásokat és a gazdasági társaságokat segítő programja. Konkrétan ugye a munkahelyteremtést a város mindig segítette az elmúlt 12 évben, bár különböző mértékben és különböző kiemelt célokkal. Mit értek ez alatt? A kezdet-kezdetén a minden vállalatnak 2000 forint támogatást adott az önkormányzat, hogyha egy új munkahelyet hozott létre, és azt meghatározott 3-5 évig, meghatározott ideig fenntartotta. Ez a támogatásunk azóta is megvan. Ennek az összegszerűsége ugye azóta emelkedik 250, illetve 300 000 forintra, de most már speciális célokat határoztunk meg, mivel kiderült, hogy a városban mindegy 100 mérnöki beosztás van, ahova munkatársat keresnek. Tehát a vállalkozásainknak most úgy tűnik, hogy ez a szűk keresztmetszet. Ezért az önkormányzat a legnagyobb mértékben a felsőfokú végzettségeknek teremtett új munkahely létrehozását támogatja 300 000 forintot. Természetesen megmaradt a többi munkavállalónak is, amennyiben új munkahely jön létre, a támogatása, de ez nagyobb mértékben, mint a többi 200 000 forinttal. Tehát a támogatási rendszerünk és úgymond az együttműködési rendszerünk az már több mint 10 évvel megvan, és hát ugye azt gondolom, ki kell emelnünk egy nagyon fontos dolgot. Városunk visszaszerezte az ipari parkba a tulajdon részét, tulajdonrészt szerzett, hogy pontosan fejezem ki magam, többségi tulajdonosai vagyunk az ipari parknak, és hát ennek az ipari parkba való életlehelésnek a folyamata az most zajlik. Reméljük, ez sikeres lesz, mert azt gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb módja annak, hogy új vállalkozások és új munkahelyek jöjjenek létre a városba. Jelenleg folynak tárgyalások? Várható új munkahelyek, új vállalkozások települése? Hát tárgyalások szinte folyamatosan vannak. Az elmúlt időszakban is volt érdeklődő az ipari park területe után, aztán ugye az nem jött össze, de ugye ezek folyamatosan vannak, és bízunk benne, hogy azért Ajka a megfelelő strukturális hátterével, a megfelelő munkaerő hátterével azért vonzóbb a környékbeli településeknél. Mindennek eredményeképpen, illetve annak tükrében, amit elmondott, milyen munkaerőhelyzet Ajkán, munkanélküliség? Hát jelenleg Ajkán
bár a legfrissebb adatokat nem ismerem, de rendkívül jó a helyzet, ezt azt gondolom bátran elmondhatjuk, mivel az országos és megyei átlagnál is jelentősen jobb, olyan 4% körüli, vagy még talán a 4%-ot se éri el ennek a mértéke, ami azt gondolom, hogy országosan egy rendkívül jó helyzetet teremt, de nyilvánvaló a célunknak annak kell lennie, hogy még ezt is csökkentsük.